Életem az álmom, magasan nőttünk, pont mint a kertben a pocsemeték. A szorít a világ, másszuk meg az évek ágát, a mámor soha se véd. Vendégünk a stúdióban a Csíkos Brothers, vagyis Szepesi Matyi és Felcser Máté. Sziasztok! Sziasztok! Egy új dúó alakult, úgy tűnik. A közös munka után már egyforma szedben jártunk. Ennyire egy hullámosszal vagyunk, úgy látszik. Meg ugye hajón vagyunk. Ugye, tényleg! A matróz feeling, igen. Emlegettük már itt az imént, hogy egy nagyon szuper csapat állt össze annak érdekében, hogy ez a filmzene létrejöhessen. Ugye Lábas Viki és Járai Márk egészítette ki ezt a csapatot. Hogyan állt össze ez a négyes fogat? Ki talált meg kit? Hogyan indult ez a folyamat? Te voltál ott az elejétől, úgyhogy... Igen, hát szerencse talált meg mindenkit talán. Azt hiszem, hogy elindult egy Covid második hullám, azt hiszem, hogy az már a harmadik volt egyben, nem is tudom. Hogy először a Kádár Tomi keresett meg a Szigettől, aki ennek a filmnek a zenei szupervájzora, hogy van egy víziójuk arról, hogy körülbelül mi tehát készül egy játékfilm, ami egy kortárs szórakoztató kellemes limonádé film lesz, és hogy ehhez szeretnének zenét, illetve főcímdalt. És akkor az lett volna, hogy a történet az maga az, hogy az érettségiző gyermekek vagy diákok egy esküvőn találkoznak x évvel később, és nagyjából ehhez korhoz arányosan szerettek volna előadókat találni, és akkor Járai Márkról még úgy is szó volt, hogy esetleg film szereplője lesz a filmnek, mert ott van egy zenész fiú Bennett, akit végül is nem ő lett, és Viki is előkerült, hogy akkor így említve én mondtam nekik, hogy szerintem a duett az nagyon szép lenne, ha már a szerelmi történet, és akkor arról volt szó, hogy ehhez szöveget is kéne varázsolni, és akkor én harciaskodtam ezért, hogy mindenképpen a mellettem lévő kollégámat találjuk meg, hiszen ő ebben nagyon expert és ügyes. És ez egy ilyen érdekes dolog volt, mert igazából tulajdonképpen mindenki azzal foglalkozott, ami ezért. Tehát ahogy a Matyi szöveget írt, ők énekeltek, és én számláztam, és minden tökéletes van. Ahogy említed, Matyi, neked köszönhetjük a dalszöveget. Ehhez a munkához hogyan álltál hozzá? Hogyan kezdtél bele? Először nagyon meglepődtem, mert azért a Máté is szerénykedik, de Máté is azért jó szövegíró eléggé. Tehát, hogy nem tudom, hogy miért hagyta ki ezt a lasztit, de nagyon örülök végül, hogy kihagyta. Elkértem a forgatókönyvet, én minden filmnél azt szoktam csinálni, hogy először elolvasom, hogy mi a sztori eleje, közepe, vége. Mert nyilván az van, hogy általában szoktok tudni, hogy az ilyen dalok mikor szólalnak meg a filmben, mit fogunk közben látni, de engem az általában behatárol. Én sokkal jobban szeretem azt, hogyha így valahogy az egészet hagyom hatni magamra, és úgy állnak össze a dolgok, mert különben ilyen nagyon, nagyon erőltetett lesz, hogyha így nagyon ki akarom találni, hogy éppen itt mit látunk, és akkor mi lenne, hogy ott jó, hogy szóljon. Kerestem valami olyan történetet, amire én is tudtam kapcsolódni. Azt gondolom, hogy ez az érettségés környék, ez mindenkinek egy ilyen nagyon emlékezetes időszak az életében, kinek miért, általában mindenkinek másért, de hogy ami közös benne, hogy van egy ilyen kinyílik a világ flash mindenkinek, és ez nagyon gyakran az érzelmi életet is így katalizálja, hogy itt sokkal nagyobb durranásként élünk meg dolgokat, amik akkor történnek, akár szerelmeket, akár találkozásokat. Minden teátrális akkor, nem? Igen, kicsit igen, nem? Úgyhogy valahogy ezt próbáltam megfogni, meg ehhez képest a felnőtté válásnak azt az érzését, hogy jó, akkor mostantól egy kicsit minden más lesz. És amellett, hogy a téma adott volt, ugye az is adva volt, hogy ezúttal nem a saját zenekaraitoknak írtok, hanem valaki más hangján fog megszólni az a dal. Ez mennyiben befolyásolt titeket? Már akár hallottátok a Viki vagy a Márk hangját a fületekben, mikor ezt írtátok? Hát külön-külön dolgoztunk szerintem mindannyian egyébként mindenkivel, sőt, igazából én kezdetektől is már dolgoztam a Márkkal is, meg Vikivel is többször.
Mindketten azért szöveg és zeneírók is vagyunk, tehát így ilyen helyzetben ez egy elég gyakori, ez egy gyakorlat, hogy itt kivel hogyan találod meg a közös hangot. Itt szerintem egyébként az volt az izgalmas, vagy az volt az érdekes ebben a dologban, hogy tényleg, ahogy a Matyi dobta bele az ötleteket, nem nagyon volt megkérdőjelezve, inkább csak azt kellett összeessenek, amiben így néznünk, hogy mennyire áll a szájukra, és mik azok a szavak, vagy azok a ragók, amik esetleg szemben jobban csengenének, vagy nem tudom, jobban csengnek a Márknak a szájából, ha így mondja, vagy ha úgy mondja, és akkor erre építve a dolgot. És szerintem igazából itt csak olyan kérdések vannak, amikor megvan, van egy vízió, megvan álmodva egy dallam, talán az, hogy ez a hangmagasság, az körülbelül hol fekszik, kinek mi az, ami a nyögvenyelős. És a Matyi jött, meghallgatta, elmondta az ő részeit, és így raktuk szépen össze darabjában. Az nagyon emlékezetes volt, mert hogy én egyedül a Mátéval nem dolgoztam előtte, és picit azért izgultam, és olyan természetes volt az egész, tehát hogy így oda mentünk, meg volt nagyjából a 97%-a szerintem így a dolgoknak, és minden klappolt, tök jó, tök gördülékeny volt az egész. De sőt, még olyan is volt egy pillanat, hogy nézzük már meg, hogy a gitáron még ezt csinálják, meg azt csinálják, úgyhogy megjelent egy gitárszettel, és akkor az volt, hogy vége, teljesen úgy, hogy így nem tudjuk, hogy belekerül-e vagy sem, de meg kell adni a lehetőséget, hogy minden a számunkra érezhetően a legtökéletesebben sikerüljön. Gondolom ezen kívül sem unatkoztok a nyáron, hiszen a fesztivál szezon teljes közepén vagytok, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk a további koncertezéshez, és köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük, hogy Mi köszönjük. Köszönjük szépen.